estét kívánok! Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! Előadás, tánc és színház a mai adásunk témái. Nézzük képes tartalomjegyzékünket! Legendák és valóság. Hunyadi Mátyás trónra kerülésének eseményeiről hallhattak információkat az érdeklődők a Városi Könyvtárban rendezett előadáson. Dobogós helyezéseket értek el a Bajai Táncsport Egyesület párosai az országos és a területi versenyeken. A fiatalok a próbateremben meséltek a felkészülésről, az edzésekről és a terveikről. Kutyánszky Kázmér, avagy a versíró kutya. A gyerekszínházi produkcióban közismert színművészek szórakoztatták vidám dallamokkal és koreográfiákkal a kicsiket. Tartsanak velünk! Izgalmas előadásnak lehettek részesei azok, akik ellátogattak a Városi Könyvtárba. Dr. Mayer János, a Bajai Honpolgár folyóirat főszerkesztője, Mátyás király trónra kerülésének eseményeit tárta fel a közönségnek. Az előadó a múltbéli visszatekintés mellett a tévesen elterjedt legendákról is lerántotta a leplet. Hogyan választották királlyá Hunyadi Mátyást, mi történt valójában a Dunajegén 1458-ban, és milyen egyességek árán került a trónra az igazságos királyként emlegetett uralkodó? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaptak választ azok, akik ellátogattak dr. Mayer János, Mátyás király trónra kerülése, legendák és valóság című előadására. A Bajai Könyvtárban gyakran vendégül látott pedagógus közel egy órában arra kívánta felhívni a vendégek figyelmét, melyek azok a legendák és népmesei motívumok, amelyek tévesen kerültek be a köztudatba. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a fő tévhit az, hogy Mátyás a nép akaratából lett Magyarország királya, illetve hogy a Dunajegén ott szabadon megválasztották őt. És hát ami ezzel szemben a valóság, megint csak nagyon leegyszerűsítve, hogy különböző főúri csoportok az ő megválasztásáról jól megfontolt érdekből előre megegyeztek, és aztán az országgyűlés az igazából ehhez nyújtotta a megfelelő körítést és a legitimációt. És hát nyilván miért terjedt el? Hát egyrészt azért, mert magának Mátyásnak is ez állt az érdekében, tehát ez lényegesen jobban hangzik, és az ő udvari történetírói azok nagyjából ezt a képet sugalták, meg hát a másik az nem utolsó sorban a Mátyás későbbi tevékenysége, amely őt a legnagyobb uralkodók közé emelte, és hát ennek meg sokkal inkább megfelelt az utókor szempontjából egy olyan kép, hogy mindenki eleve is azt akarta, és hát a későbbi sikerei mondjuk úgy, hogy legitimálták azt is, ami esetleg egy ilyen összeesküvésnek tűnhetett. Dr. Mayer János az előadás során arra a tényre is rávilágított, egyes politikai helyzetek és események a történelem során gyakran megismétlődtek. Vannak dolgok, amelyek nem olyan sokat változnak a történelemben, tehát hatalmi harcok, összefonódások, alkalmi szövetségek és mindenféle uralomnak a különböző beállítása akár médiában, akár más módon, az régen is megvolt, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy bizonyos szempontból nincs új a nap alatt, hanem hát megvan mindannak az előzménye, amit esetleg manapság látunk. Urak jönnek Buda városába, vitéz jó vajdályok János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az Mátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. Bizonyos legendák azok jó, ha vannak, csak nem baj, ha tudjuk, hogy ezek legendák. Tehát az, hogy van egy ilyen szép hagyomány, meg hogy van rengeteg népmese, népmonda Mátyás királyról, ezek nagyon szép dolgok és nagyon tanulságos történetek, csak jó, ha tudjuk, hogy ez nem a történelmi valóság. És körülbelül ugyanez a helyzet a Mátyás királyá választása kapcsán is. De nagyon jól hangzik az, hogy a nép akarta, hogy egy közakarat érvényesült, hogy azt nem mondjuk szinte egy isten, felsőbb akarat emelte az ország trónjára, csak hát tudjuk azt, hogy a legendákat a helyükön kell kezelni.
A rendezvény szervezői elmondták, Hunyadi Mátyás és az ő életéről szóló történetek mindig népszerűek a közönség körében. A 2018-ra meghirdetett Mátyás király emlékéhez is kapcsolódó előadás azonban azok kíváncsiságát is felkeltheti, akik nem csak a legendák és a mítoszok iránt érdeklődnek. Nagyon sok történet fűződik a nevéhez, amiről itt elhangzott, hogy nemhogy fele, de az egész gyakorlatilag semmi nem igaz. Éppen ezért is jó, hogy akkor az emberek pontos információkat hallanak, hogy azért mégse úgy volt, ahogy ez az ének, amit János bejátszott az elején elhangzott, hogy az apja ott volt, amikor már rég halott volt. Tehát fontosnak tartom azt, hogy nem csak a felnőttek, de esetleg az érdeklődő középiskolások, akik még foglalkoznak, Mátyás királlyal foglalkoztak, a valós képet kapjanak arról, hogy pontosan hogyan is történtek ezek az események, hogyan lett ő király. A valósággal és tényekkel szembesítő előadás a népes közönség tetszését is elnyerte. Középiskolás korom óta nem foglalkoztam ezzel a történettel, és azért is tetszett, mert ugye sok olyan dologról volt szó, ami talán az én tudatomban is rosszul maradt meg, ugye ez az egész királyválasztás története, meg hogy nagyon érdekes volt, ugye, hogy ezek a főúri családoknak a vetélkedése. A multidéző rendezvény házigazdái kiemelték, a mesebeli túlzásokat, olykor valótlan információkat tartalmazó legendák megőrzik és tovább viszik a történelem alakjait és eseményeit. Ennek ellenére szükség van arra, hogy időnként felterjék a mítoszok mögött rejlő valóságot. Hozzátették, a nagy érdeklődésre és az igényekre való tekintettel a tervek szerint a jövőben is rendeznek majd hasonló jellegű előadásokat. A nyugati és a keleti ország részben is elsőprő sikert arattak a bajai társas táncos fiatalok. Horváth Kata és Tumó Roland Kozár Mislenyben a 8 tánc országos versenyen első helyezést értek el. Kaposváron pedig a Nyugat-Magyarország területi bajnoka kupát emelhették a magasba. Fuszenekker Mónika és Vidák Bálint pedig a keleti ország rész döntőjében szentesen állhattak fel a dobogóra. Egy-egy mozdulatot akár több százszor is végigvesznek a próbákon a fiatalok. A Szent László AMK tornaterme minden délután és este a Danubia Művészeti Iskola táncosaié, akik közül sokan versenyszerűen űzik ezt a sportot. Ez hetente háromszor másfél-két óra kemény munkát jelent. A középiskolás Fuszenekker Mónika és partnere Vidák Bálint szeptember óta dolgoznak együtt. Legutóbb szentesen a Kelet-Magyarország területi bajnokságon, a felnőtt E osztályban, a standard táncokban bronz, míg latinban ezüstérmet szereztek. Milyen volt maga a verseny, hogyan éltétek meg? Nekem nagyon-nagyon tetszett, mert mindig is imádtam a táncversenyeket nézni. Hát még, hogy ott van az ember, akkor nekem ez akkora élmény szokott lenni, hogy én is részt vettek rajta, és közben néztem a többieket is, hogy felmérjem, hogy milyen csak problémák az erőviszonyok. Nekem nagyon tetszett. Hogy érzitek, hogyan sikerült egyébként? Most csak kicsit a standardről meg a latinról külön beszélünk. Hát szerintem a latin sokkal jobban sikerült. A standardben elég sok hibát ejtettem, kicsikét jobban kellett volna koncentrálnom a táncokra. Fejben egyébként hogyan kell készülni, külön fejben is, hogy érzitek? Hát kipihetnek kell lenni mindenféleképpen, meg azért lelkileg rá kell készülni, ugye ez nagyon nagy megterhelés lesz, ugye, hogy táncolni egyfolytában, meg mutatni, hogy nekünk ez mennyire jó, úgyhogy igen, kell rá készülni. Melyik az, ami nagyobb kihívás, ha most egy-egy táncot nézünk, vagy amire kicsit többet kell gyakorolni, vagy együtt készülni, hogyan érzitek? Hát. Nem tudom. Igazániból az egészben az a legnehezebb, hogy az összesre egyszerre kell koncentrálni, és folyamatosan váltani kell. Mindegyik más stílus, és a fejbe el kell dönteni, most ezt táncolom, aztán váltok, aztán teljes más stílus, és igazániból az a nehéz az összesben.
A társas tánc felnőtt kategóriáit betűjelzések különböztetik meg az A-tól az E osztályig. A Magyar Táncsport Szövetség szabályzata alapján minden osztálynak megvan a saját figurakatalógusa, vagyis a táncokba meghatározott elemeket kell megmutatniuk a párosoknak. Ahogy haladnak előre, úgy növekszik az elemek száma és a nehézségi foka. A társas tánchoz pedig nem csak jó ritmusérzékre és testtudatra van szükség, hanem nagyfokú önfegyelemre is. Nagyon szorgalmasan, odafigyelve és nagyon-nagyon hosszú kitartó munka eredményeképpen születnek meg a technikailag jó mozdulatok, mert ez be kell, hogy idegződjön az ember testébe, és úgy gondolom, mégis ezt tudjuk is, hogy a művészetnek bármelyik ágát bárki űzi, az nagyon sokat és jól hat az észbeli képességeire, a gondolkodására, az iskolai teljesítményére, hiszen bizonyos koncentrációt kér, azoknak az ismereteknek az elrendezését, annak, hogy képesek legyenek arra, hogy ezt önállóan is gyakorolják és használják, és ugye a gyerekek elkezdenek jönni táncórákra, az előbb, hogy beérkeztetek, kicsi csoport volt itt, szinte látom, hogy kinek van tanulási nehézség, kinek van magatartászavara, ki az, aki tud figyelni, ki az, aki nem. És azért az idejáró gyerekeknek a többsége az iskolában is jó teljesítményt nyújt. A 12-es Horváth Kata és a már egyetemista Tumó Roland egy éve készül együtt a versenyekre. Ők jelenleg D-osztályban indulnak. Én Kaposváron járok hétfőn szerdán, mert ott tanulok, Kata pedig itthon. És akkor csütörtökön és pénteken tudunk együtt edzeni, valamint hétvégente szoktunk külön órákat venni. Ez mennyire nehezíti meg a felkészülést, hogy külön és együtt is ritkán találkoztok azért? Nagyban hozzájárul az is úgymond a sikereinkhez, hogy Roli sokszor van itthon, vizsgai időszakok is, ugye sokszor, hát évente kétszer, de szóval, hogy vannak, és azok során is azért sokat tudunk készülni. Meg tényleg ezek a hétvégék is nagyon sokat jelentenek, meg egy-egy iskolai szünetben is, amikor például nekem szünetem van, akkor van, hogy el tudunk menni közösen Kaposvárra, és tényleg az is nagyon sokat segít, úgyhogy ezekhez a csütörtök péntek hétvégékhez azért még sokszor járulnak hozzá másik edzések is. Fejben hogyan készültök egy-egy versenyre, hiszen ugye a technika is nagyon fontos, a táncudás is nagyon fontos, de hát azért mégiscsak az emberben valahol benne van a druk is, meg hogy teljesíteni szeretne. Hát igen, úgy szoktunk nekiállni, hogy minimum dobogó. Hát ha sikerül, ha nem, akkor meg nem, de úgy kell oda menni, hogy jó helyezést fogunk elérni. A vegyes pár Kozár Michelinben az országos 8 tánc döntőben és a kaposvári Nyugat-Magyarország területi bajnokságon egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Hát a bíróktól nagyon sok egyest kaptunk, ami azt jelenti, hogy ugye első helyre akartak tenni. Nagyon kevesen volt, aki egyel vagy kettővel hátrébb tettek, de úgy összességében minden táncunk elsőre jött ki, és így lett első helyezett. Mit éreztetek, mennyire volt erős a mezőny Kaposváron? Ezt előre nem tudtuk most megsatszolni, mert azért sokszor megnézegetjük, hogy kik lesznek, és akkor így nagyjából belőjük, hogy akkor őket már tudtuk egyszer legyőzni, vagy esetleg ők tudtak legyőzni minket, és most ilyen nem volt, vagy maximum nagyon egy-kettő. Ugyanis itt most olyan párok voltak, akikkel még sosem versenyeztünk együtt, úgyhogy ez nagyon lutri volt igazából, hogy fog sikerülni, és hát szerencsére nagyon jól sikerült. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon extrovertáltak, nagyon kifele fordulóak, de az nem csak, és akkor az nagyon jó, mert ez a táncukban is megnyilatkozik, és mondjuk egy latin-amerikai tánchoz ez rendkívül fontos, hogy kifejező legyen, és sugározon, és hitessel, hogy ő a legjobb.
Viszont vannak olyan gyerekek, akik szorgalmasak, csendesek, visszahúzódóak, és hiába csinál meg technikailag sok mindent jól, hiába van ott a zenébe, hiába van minden, de van rajta egy unottság, egy félelem, tehát nem csak azt kell tanítani velük, hogy technikailag jók legyenek, hogy a figurákat tudják, hogy a sort tudják, hanem hogy ezt meg is tudják mutatni. Tehát, és mindenkinél más kell erősíteni. Mindig van olyan párosom, akik azt mondom, hogy olyanok, mint akár aludnának, vagy álmosok lennének. Tehát, és akkor őket próbálom ösztökélni, meg tanítani arra, hogy meg elhitetni velük, hogy jók vagytok, és higgyétek el, és sugározzatok, hiszen a pontozóbíró nem az történik, hogy egy versenyen elejétől végig végignéz egy párost, és összehasonlítja a másikat, hanem egy-egy pillanatra néz rá. És ezért ugye a sorozatban mindennek tökéletesnek kell lenni. És abban a pillanatban azt a figurát rosszul lépte, vagy éppen nem megfelelő volt a kisugárzása, vagy nem használta megfelelően a kezét, vagy a testét, akkor lehet, hogy tovább siklott a szeme, és talált egy olyat, aki sugárzott és mindent megtett. És a gyerekeknek nagyon nehéz elfogadni azt, hogy az első és a hatodik hely között alapvetően nüansznyi különbségek vannak, meg szerencse, meg hogy hol állt, meg éppen mikor néztek rá. Viszont mindenki úgy megy a versenyre, hogy első szeretne lenni, viszont el kell fogadni, hogy lesz első, és lesz utolsó is. Eleinte magunknak csináltuk meg a sorokat, és az Évát bemutattuk. Amikor azt mondta, hogy valami nem jó, akkor persze kijavítottuk, vagy megbeszéltük, hogy ha valamit nem tudtunk, akkor segített benne, de nagy részt mi tettük össze a sorainkat. Melyik a kedvencetek egyébként, melyik a kedvenc táncotok, van a kedvenc? Nekem a kedvencem talán a Quickstep. Teljes mértékben imádom a játékosságát, a gyorsaságát, sokkal jobb szerintem, mint a többi tánc. Én nagyon szeretem a rumbát, mert az nekem annyira érzéki, meg annyira gyönyörűen lehet táncolni, úgyhogy nekem az nagyon, nagyon tetszik. Ilyenkor külön ruha készül egy versenyre, vagy egy-egy évadra készül egy szerelés? Nekem most kb. Egy éve van meg ez a versenyruhám, Standardből is, meg Latinból is. Mi ezt most varrattuk, de amúgy lehet külön is venni, ami már készen van. Hát ugye minden kategóriában más a verseny, mint a ruházat, más a szabályzatra. Nekem most azt mondják, hogy minél egyszerűbb legyen, de mégis mutatós. Tehát nekem nem lehet csillogós, meg minden, úgyhogy ameddig ebbe a korcsoportba, mint ebbe az E-osztályba táncolunk, addig nekem ez a ruhám marad, mert egyszerűen nem lehet komolyabb. Fiúknak frak, gondolom, vagy? Hát egyelőre E-osztályban még nem frakot hordunk, majd csak a következő szinttől kell a frak. Hát most egyszerű egy ink, egy mellény, meg egy nyakkendő. Következő osztályba, hogy fölléphessetek, mi áll még előttetek addig? Nagyon-nagyon sok felkészülés, mert ugye bejön még plusz táncok, mondjuk most csak 6 táncot táncolunk, ott meg már 8 táncot fogunk táncolni. Egyrészt erre is fel kell készülni, új ruhákat is be kell szerezni, ott már komolyabb a ruhakövetelmény, tehát lehet sokkal komolyabb ruhánk is. Viszont ami szerintem nagyon nehéz lesz az, hogy lelkiebben felkészüljünk arra, hogy minél többet kell bírnunk. Személy szerint én nagyon szeretem a kihívásokat, és az ilyen látványosabb figurákat, ami kicsit kilépnek a megszokottból, én azokat nagyon kedvelem, és most szerencsére belekerültek olyanok is a sorainkba, és én azokat azért szeretem, mert sokkal jobban élvezem tőle az egész táncot, és ez szerintem látszik is. Melyik tánc egyébként, ami most ilyen volt, hogy kihívás is volt benne sokkal több? Hát a jive, amire, és a samba, amire jobban hangsúlyt tettünk mostanában. A Bajai Táncsport Egyesület és a Danubia Művészeti Iskola táncpedagógusa szerint a társastánc pontozása mindig is szubjektív lesz, de a bírálati rendszer az előnyére változott.
hallottam már szülőtől olyat, hogy az én gyerekemre rá se nézett a pontozó. Igen, mert az első pillanatban ránézett, és úgy gondolta, hogy nem érdemes most őt figyelni, hiszen ettől vannak ügyesebb vagy érettebb párok is. És igaziból másfél perc áll rendelkezésükre, hogy elbírálják, hogy éppen az adott körből melyik az a páros, akit tovább jutásra érdemesre találnak, és utána a döntőben pedig, hogy kit hányadik helyre pontoznak. Az most nagy pozitívum szerintem, hogy ez a pontozás titkos, mert régen még a Szavária idejéből szerintem mindenkinek van olyan emléke, hogy felmutatták az asztalnál ülő pontozóbírók, hogy én az első helyre teszem, ő a hatodikra jön. És akkor egy idő után azért az kialakult, hogy a pontozók között is van bizonyos rangsor, tisztelet, múlt, és akkor azért igazoltak, tehát még az első tánc után nagyon vegyes volt a helyezések rendje, utána azért igazodtak egymáshoz. De most avval, hogy ez a pontozás titkos, tehát mindenki tényleg a saját értékítélete szerint dönt, ami nagyon jó végül is, és kialakult egy olyan pontozási szisztéma, amely szerint a gyerekek is nyomon tudják követni, hogy kitől kaptak X-et, mire kaptak továbbjutó X-et, hányadik helyre tette őket, sőt, amikor a versenykönyvüket visszakapják, akkor ezt egy kutya nyelven látják is, hogy ki hova szavazta őket, vagy hogyan született meg az eredmény. Sőt, az internet világában az is nagyon jó követhető, hogy meg tudom nézni, hogy a versenytársaim éppen az adott táncban, az adott bírótól hányadik helyet kapta, tehát hogy oszlottak meg az X-ek, illetve a helyezések. A versenyeken nem csak az érem a cél, hanem a pontszerzés is, amivel évente egyen magasabb osztályba kerülhetnek a fiatalok. Ezúttal a legkisebbeket várták a Városi Színház terembe. A gyermekszínházi előadássorozat keretében a Gergely Teáter művészei szórakoztatták a közönséget. A társulat a népszerű meseíró Csukás István egyik művét vitte színpadra. Ha-ha, látod? Akkor indulhatunk, Kristóf! Kézbesítsük a levelet, Kristóf! Nem vagy te véletlenül lány, Kristóf? De! Miért hívom téged Kristófnak egyáltalán? Tévedésből! Jaj, csak ne sírj már, ne! A tévedés, azért szép név az a Kristóf! Menjünk! Gyere csak! Hagyás! Na! Az a probléma, hogy a Csülök utca elég hosszú. Arra is a Csülök utca van, arra is, mire pont középen vagyunk, várjunk, csak körülbelül. Vidám dallamokkal, színpompás jelmezekkel és szórakoztató műsorral várták a kicsiket a gyermekszínházi programsorozat legújabb előadásán. Ezúttal a Gergely Teáter művészei látogattak Bajára, hogy bemutassák Csukás István Kutyánszky Kázmér című meséjének színpadi változatát. Kutyánszky Kázmér előadása színpadi változata tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés változtatást igényelt, úgyhogy egyeztetünk, amiben változtatni kellett, de tényleg apróságokat abban magával Csukás Istvánnal beszéltük meg, hogy mi az, eleve egyeztettük vele a rendezési koncepciót, hogy mi hogy szeretnénk, hogy neki van-e valami ötlete, de mindennel egyetértett, úgyhogy nagy örömmel és boldogsággal zajlott az egész próba folyamat, és nagyon vártuk, hogy találkozzunk végre a gyerekekkel is. Maga a Kutyánszky Kázmér szerintem nem annyira ismert, nyilván a Csukás Istvánról mindenkinek a süsű jut eszébe, és ezt úton útfélen el is játsszák, hála Istennek, ennek nagyon örülünk, de ezért is választottunk többek között egy olyan darabot, ami nagyon kedves, nagyon aranyos, de kevésbé ismert. Ebben az előadásban egyébként különböző foglalkozásokat is megismernek az emberek, a gyerekek, van interaktív része is. Tessék bemenni a raktárba és hozni papírt és ceruzát. Papírt és ceruzát? Nem panír, papír! Hát hogy legyen ide írni a verset! Papír. Ja, papír! Na jó van, akkor rohanom. Na jó van, de kicsit akkor gyorsabban, mert nekünk meg majd menni kell. A színművészek világában gyakran előfordul, hogy a darab rendezője a színpadon is megjelenik egy-egy jelenetben. Így volt ezzel Németi Varga Tímea is, aki az alkotói feladatok mellett egyes karakterek bőrébe bújva színészi tehetségét is megmutatta a közönségnek. Én a cicát szoktam játszani, Kristófot, és most egy nagyon izgalmas nap van nekem, mert én most egyrészt a Zöldséges asszonyt és a Bözse nénit fogom játszani, és annyira jó egyébként, most már lement egy előadás, még előttünk van kettő, és én olyan jól éreztem magam. Egyébként a beugrásnál mindig van az emberben egy izgalom, mert a próba folyamat alatt
dalt, nem azt próbálja, nem azt gyakorolja, viszont egy színésznek ez meg egy öröm és vidámság, hogy fú, egy kicsit egy más karakter, egy más hangon szólalhat meg. Úgyhogy mind a két dolog, a rendezés is, és a játék is nagyon-nagyon jó. A darab középpontjában a költészetért rajongó, belsíró Kutyánszky Kázmér áll, aki egy megbízást teljesítve elindul, hogy kézbesítsen egy címzet nélküli levelet. A feladat során számos kalandba és vicces helyzetekbe keveredik. Kutyánszky Kázmér egy kicsit hasonlít rám, mert hogy ő is eléggé élénk, eléggé gyors reakcióidőjű, és elég tűzről pattant. Nyilván annyiba különbözünk lényegesen, hogy ő egy versíró kutya, tehát ő mindent hirtelenjében rímbe tud fabrikálni. Én azért nem vagyok ennyire frappáns a magánéletemben, tehát én azért nem tudnék ennyire sok verset írni, mint Kutyánszky Kázmér. De tulajdonképpen az én felelősségem és feladatom az, hogy ennek a főszereplő, címszereplő kutyának a bőrébe bújva vigyem előre az eseményeket, és ebbe a profi kollégák és a jó hangulat segítségemre van. A főszereplőt alakító Kovács Róbert elmondta, mindig jobban izgulnak a gyerek előadások előtt, hiszen a fiatal közönség mindig nagyobb odafigyelést igényel a színművészektől. A gyerekek azok még megfelelően őszinték, és a szó nem rossz értelmében neveletlenek. Tehát arra gondolok, hogy egy felnőtt tud disztingválni, ugye? Tehát egy felnőtt, hogyha elkezd nézni egy előadást, és nem tetszik neki, akkor azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon rossz, de kulturáltan csöndben végigüli a darabot, és legfeljebb a szünetbe ott hagyja a színházat, mert nem nyert el a tetszését, amit addig látott. A gyerekközönség ezzel szemben rögtön reagál, és hogyha valamivel esetleg vagy a színész, vagy maga a darab tartalma nem tudja lekötni a figyelmét, akkor ők elfordulnak a színpadtól, beszélgetnek, stb. Valamint az interakciós részeknél is nagyon kell vigyázni, mert hogyha a gyerekeknek nem jól adagoljuk, nem megfelelő mértékben próbáljuk adagolnia, és ezt nem mindig sikerül, még a profi színészeknek sem az interakciót, akkor lehet, hogy túlságosan elharapódzik a dolog, és utána már a színpadon nem jutunk szóhoz. Tehát mindenképpen egy elég koncentrált, a könnyedség mögött egy elég koncentrált és küzdelmes odafigyelés van egy gyerekközönségnél. Mi jár, hagyja ott, a mostás csak mosolyog, mindenhova eltalál, és vidámon szalukál. Esett eső, fújhat szél, kézbesítve a levél. Esett eső, fújhat szél, kézbesítve a levél. Írók művei azok örökérvényűek, de mégis azért elgondolkodható az, hogy a mai gyerekek mit szeretnek, vagy mit tudnak kihámozni az adott tartalomból. Ne felejtsük el azt, hogy most már a gyerekek azok ilyen komputerizált világban élnek, tehát akik most a nézőink, azok már óvodáskoruk óta tudják kezelni a tabletet, a laptopokat, a okostelefonokat, és őnekik lehet, hogy nem igazán áll közel a lelkükhöz pontosan ez a hát, több tíz évvel ezelőttre datálható történet, amit Csukás István megírt, ami ugye arról szól, hogy egy levél eljut a megfelelő címzethez. Most ezek a gyerekek szerintem külön érdekességként nézhetik ezt az előadást, hogy mi az, hogy levél. Mert ugye hát nekük, ők csak csetelnek meg, hát őnek nem kell postára járniuk, és hát tulajdonképpen ebbe is van egy kis érdekesség, hogy visszatekintünk a múltba, egy kicsit ilyen retro a dolog. A darabot először 2017 nyarán állította színpadra a társulat a szerző nevét viselő Csukás Színházban. Azóta számtalan helyen mutatták be Kutyánszky Kázmért és történetét, a visszajelzések pedig ezidáig mind pozitívak voltak. Abszolút beigazolódott az, amire számítottunk, és az eddigi előadások alkalmával is már tapasztaltuk. A gyerekek azok figyelnek, a gyerekek a zenét az hálásan fogadják, mert ugye a zenék is vannak az előadásban, élvezik a figurákat, veszik a poénokat, és az interakciókra is jól reagálnak. Tehát amikor bejön a gonosz, akkor a gyerekek azért megfelelően szembeszegülnek vele, és kiabálnak, és a rújót persze megtámogatják, ahogy ez már lenni kell. A fülbemászó dallamokban és humorban gazdag produkció a bajai közönség tetszését is elnyerte. Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a közel egy órás előadás alatt. A tavaszi programsorozat ezzel nem ért véget, a következő hónapokban is szórakoztató előadásokkal várják az érdeklődőket a Városi Színház teremben. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban. A víz világnapjához kapcsolódóan a Magyar Duna tengerhajózás története címmel nyíli kiállítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán 21-én délelőtt 10 órakor.
A kísérő rendezvények között több más mellett szakmai vetélkedő és filmvetítés szerepelnek. Kis zenék nagymestere. Pető Zsolt zeneszerző munkásságáról Pető Attila mesél az érsekcsanádi művelődési házban 22-én este 17:30-kor. 22-én folytatódik a Görög Táncház Fábik Éva vezetésével. A táncos lábúakat este 6 órára várják a belvárosi közösségi házba. Nagyné Drabko Mónika nemezkészítő munkáiból nyílik tárlat érsekcsanádon a művelődési házban 23-án este 6 órakor. Délszláv táncokat tanulhatnak a kikapcsolódni vágyók 23-án este 6 órától a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola sportcsarnokában. Miért nem marad reggelire? A Rábus színpad két felvonásos vígjátékát 21-én és 24-én este 6 órakor nézhetik meg a színház rajongók a Bácskai Kultúrpalotában. A Mozgó moziban újabb 6 filmet nézhetnek meg az érdeklődők 25-én a Városi Színház teremben. A húsvéti vásár március 26-ától április 1-ig az ünnephez kapcsolódó termékkínálattal várja a látogatóit. A Bajai harmadik kor egyeteme keretében 26-án délután 3 órakor Bócsa Barnabás a Csodálatos Baja programsorozatról beszél az időseknek a Bácskai Kultúrpalotában. A Fényképezőgéppel a világ körül sorozat részeként Szentföldi Anzix címmel Schindler Mátyás plébános tart képes úti beszámolót a Városi Könyvtárban 26-án este 6 órakor. A Spirál Filmklubban 27-én este 7 órakor a Kiskakuk című 2003-ban készült orosz filmet vetítik a Bácskai Kultúrpalotában. Önök a Bajai Kultúra március 20-ai adását látták, köszönjük a figyelmüket. Keressenek minket az interneten is, a tévénk honlapján és a YouTube oldalon, friss összeállítással pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este a szokott időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.